Idén is öt területen, egyebek mellett az egyéni sportolók felkészülésére, illetve az ifjúság biztonságos szórakozását szolgáló programok megvalósítására lehetett pályázatot benyújtani a bizottsághoz. Az elnyerhető támogatás összege nem volt meghatározva, annak mértékéről az egyes pályázatok esetében a grémium döntött. Az idei kisebb pályázaton az előző évekhez hasonló célokat fogalmaztunk meg pályázati írásban. Ezek többek között a egyéni sportolóinknak a felkészülési támogatása, aztán ezen kívül fiataloknak, illetve gyermekeknek olyan sport és szabadidő programok szervezésére írtunk ki pályázatot, ami a civil szervezetek és alapítványok pályázhattak, illetve pályázhattak olyan szervezetek, akik különböző olyan programokat kínálnak, amelyek fogyatékkal élőknek kínálnak sport és szabadidős tevékenységeket. A bizottság a rendelkezésre álló keretet teljes egészében felhasználta, a nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, az érintetteknek elszámolási kötelezettsége van. Nagy érdeklődés volt az idén is a pályázatunkra, 50 körüli pályázat érkezett be, ebből 30 pályázat részesült támogatásban. Ebben 14 olyan sportolót is tudunk támogatni, atomerőműveses sportolói, akik komoly világversenyeken indulnak, és a felkészülőséget tudjuk támogatni. Illetve én mondhatom talán azt, hogy azok a civil szervezetek, alapítványok, akik már sok éve pályáznak és megszokottan számítanak a bizottság támogatására, azok az idén is megkapták a működésükhöz, illetve különböző programokhoz, elsősorban a programok működtetéséhez és programok létrehozásához a támogatást. Így támogatott mások mellett a Paksi Elevenek Twirling Egyesület, a Csillag Sótánc Egyesület, a Csámpai Lovas Klub Egyesület, az egyre több fiatalt vonzó Paksi Kézilabda Klub és az egyre népszerűbb Paksi Motoros Egyesület, valamint a Vackor Egyesület. A pályázókat írásban értesítik a döntésről.